Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Kaptam egy üzenetet, a kommentet az egyik videóm alá, hogy tervezek-e visszatérni az utasszállításhoz, vagy mondjuk én ezt teljesen abba fogom hagyni. Bővebben akkor kifejteném ezt az egészet. Tervezem persze, jelenleg is ugye vannak azért úgy, ahogy utasaim, tehát így augusztusban azért úgy, ahogy voltak, tehát az a jó, hogy így a kettő tök jó kiegészítette egymást, tehát a futárkodás és az utasszállítás, tehát most jelen pillanatban még továbbra is ugye mellék keresett az utasszállítás, de én erre az évre már nagyon nem tervezek ezzel. Ősszel, hát kérdés, hogy mennyire lesznek. Jön a negyedik hullám, lezárások lesznek, megint elmegy a kedv. Jó, oké, még hogyha az ország, tehát Magyarországon ugye nem is terveznek ilyen komolyabb lezárásokat, fene tudja, hogy mi lesz. Én erre az évre már nem nagyon tervezek, talán még a karácsonyi időszakban, talán, hogyha addigra javul a helyzet, ami még igazán nem annyira Magyarországon nem is romlott. Tehát, hogyha javul a helyzet, akkor lehet, hogy a karácsonyi időszakban már azért úgy lesz megint. Most még így nyár vége van, most még ezt így meg lehet húzni. De azért természetesen a jövő évre tervezek, tehát komoly terveim vannak. Tervezem azt, hogy jövőre mondjuk egy ilyen komolyabb reklám kampányba belekezdek esetleg, vagy tervezek olyat, hogy még a foglalási rendszeren úgy finomítok, hogy akár több transfert is tudjak fogadni, ezáltal tudok adni az alvállalkozóknak is egyébként, akikkel tartom ugyanúgy a kapcsolatot, tehát ők nem vesztek el. Tehát mindenképpen, mert van jövője ennek az egésznek, és persze az ember folyamatosan azon gondolkodik, hogy azért lehet, hogy valami másba bele kéne vágni, mert látjuk, hogy hiába volt stabil a budapesti turizmus, látjátok, jön egy ilyen és teljesen kajra lett vágva. Még át kell vészelni ezt az időszakot, de utána természetesen azt tervezem, hogy 100%-ig erre koncentrálok, és akkor remélem utána már a futárkodás lesz az, amit mellékállásban tudok csinálni, mert igazából azt is élvezem, és én nyilván háttérbe tudom majd szorítani egy idő után, de az még nem valószínű, hogy most fog eljönni. Tehát az, amivel stabilan tudok számolni, a futárkodós meló, ez meg, hogyha van és be tudom sűríteni, mert mondjuk azért volt olyan, amikor nagyon kellett az, hogy menjek futárkodni így a besorolás előtt, és nagyon benne volt az a pakliban, hogy akár visszasorolnak, akkor volt, hogy nem vállaltam fuvart, és én egy fuvart, hát azt nem fogok itt most alvállalkozónak leadni, mert lehet, hogy vállalná, de igazából az, hogyha ilyen egy utas van, tehát mondjuk egy ilyen fuvar van, az még nekem plusz nyűg azzal beszélgetni, kommunikálni, én közben műszakoljuk, nem tudok vele annyira foglalkozni, ez az nem az, úgyhogy azt is majd a későbbiekben tervezem. De az a jó, hogy ez a vállalkozás enni nem kér jelen pillanatban, ezt ugye mondtam is egy korábbi videóban, hogy enni nem kér ez a vállalkozás, mert ugye a katát azt ugyanúgy fizetni kell minden hónapban, iparűzési adót, azt ugyanúgy fizetem, gyakorlatilag mindent ugyanúgy fizetni kell, tehát nincs plusz költségem azzal, hogy nem viszek utasokat. Az autó az megvan, az a sajátom, nincs rajta hitel, ez megmarad, tehát most annyi, hogy ez van háttérbe szorítva, ugyanaz elmúlt több mint egy évben is volt. Illetve jobban mondva, csak március óta, hogy akkor azt kezdtem a futárkodást, de hát ugye előtte sem volt nagyon. Látom egyébként azt, mert ugye a foglalási rendszer meg van nyitva, tehát bárki foglalatna, és ugye régebben ez úgy nézett ki, hogy ilyen napi szinten 3-4 foglalás volt az, ami beérkezett. Volt, hogy csak kettő, de amúgy az a három az, amivel úgy lehetett számolni, és azt mondom, hogy voltak ott is erősebb napok, amikor én 6-7 fuvarom volt, de ilyen 3-4 fuvar napi szinten meg volt, tehát így hétfőtől vasárnapig. Most ez jelenleg ugye lecsökkent, és nem látom azt, hogy úgy olyan sokan jönnének, tehát nem gondolom azt, hogy ebbe kéne most jelenleg több energiát fektetni. A futárkodás az most sokkal stabilabb, sokkal jobban tudok azzal előre tervezni, pénzben nyilván rosszabb, de ez van, tehát
a kényszer nagy úr, valamit azért az embernek csinálnia kell, nem bírom azt egyébként, hogy most ne dolgozzak, tehát ezért is a futárkodás, hogy egy olyan meló, amit bármikor is tudok végezni, tehát nagyjából akkor, amikor esetek 100%-ában, 95%-ában akkor, amikor akarom, volt, amikor ugye korábban nem volt úgy műszakom, és nem tudtam jönni, de most már hálásnak olyan helyzetben vagyok, hogy tudok jönni. Tehát nem megőrülnék attól, hogyha otthon kéne ülnöm, így legalább ugye pénzt is keresek, időmet is leköti, úgy érzem, hogy valami hasznosat csinálok, de legalább magamnak, ha más nem magamnak, de valami hasznosat csinálok, és mellette még pénzt is keresek. Ennyit szerettem volna ebben a rövidke videóban, én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!